kalászos bemutató Gyulatanyán. Az őszi káposzta repcéről és az őszi búzáról tanácskoztak a gazdálkodók a fajta kísérleti állomáson. Épül a Tisza-túr tározó. A közel 36 milliárd forintos komplex projekt célja elsősorban az árvízvédelmi biztonság megteremtése. Történelmi évadot zártak, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház olyan nemzetközi és hazai sikereket ért el, amelyekre korábban nem volt példa. Őszi káposzta repce és búza bemutató tartottak a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. Az eseményen központi téma volt a hónapok óta tartó aszály és ennek lehetséges következményei. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, főleg a keleti régió küzd nehézségekkel, ami azért is rossz, mert a szomszédban zajló háború miatt egy ideig még nem számíthat az ország az ukrán gabonára. Már túl van a virágzáson, és ha lassan is, de terebélyesedik az őszi káposzta repce Gyulatanyán. 5,5 hektáron 8 fajtája található meg a növénynek a fajta kísérleti állomáson. Kedden az ország valamennyi részéből érkeztek ide gazdálkodók, akik az őszi kalászosok helyzetéről, idei várható terméséről tanácskoztak. Az eseményen központi szerepet kapott az aszály, ez nehezíti meg elsősorban a termesztést. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyébe a repcét, illetve a búzát, mivel májusban 4,8 mm volt a csapadék, most múlt héten esett 7, illetve 15 mm, azt megelőzően kétszer volt másfél-másfél milliméter, tehát nagyon látszik a termésben, rekordtermés biztos, hogy nem lesz. Nem csak, hogy rekordtermés nem lesz, de alapvetően is kevesebb területen termesztenek ma már akár búzát, akár repcét, mint néhány évvel ezelőtt. Ennek egyik oka, hogy a kukorica egy ideje kedvező báron értékesíthető, sokan erre tértek át inkább. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara előrejelzése szerint is nagy fordulatnak kellene lennie a jó minőségű őszi repcéhez és búzához. A repcének ott augusztus környékén a vetési időszakban nem kedvezett az időjárás, ilyen száraz talajba kellett elvetni, és sok nem jó kelt ki, és ez talán az egész őszi kalászosokra elmondható, hogy abban az időszakban szárazság volt, amikor a magágy előkészítés zajlott, és nem sikerültek jól a kellések, egyenlenek lettek, illetve volt, amelyik majd csak a téli csapadékkal kelt ki. Így elmondható, hogy csináltunk egy felmérést az Agrárgazdasági Kamara, és az összes területnek csak 17%-a minősíthető jónak, és 43%-a pedig gyengének, és a megmaradó 40%-39% körüli pedig közepesnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nem nevezhető kimondott búzatermővidéknek. A szomszédos Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykunszolnok jár élen gabonatermelésben. A hosszantartó aszály egyébként elsősorban épp észak-kelet Magyarországot sújtotta. Ez már csak azért is nagyon kedvezőtlen, mert az Ukrajnából importált gabonára egy ideig még biztosan nem számíthat Magyarország. Nagyon heterogén a kép, azt lehet mondani, hogy ketté van vágva az ország, egy picit jobb a Dunántúli rész, ahol több csapat tavaszi csapadék volt, és nagyon gyengébb itt a kelet-magyarországi rész. De ugye hát ne felejtsük el, hogy másik oldalról itt a szomszéd országban egy háború van. Ennek a háborús helyzetnek, háborús konfliktusnak részesei vagyunk a gabonapiac tekintetében. Ugye ne felejtsük el, hogy Oroszország és Ukrajna a világ búzatermésének egy hetedét, egy nyolcadát adja, attól függően jobb évük-e van, vagy kevésbé jó évük van. Ez a mennyiség viszont hiányozni fog a világpiacról, mert export szempontjából pedig a 25%-át adják a világ exportjának. Ugye ezek be vannak dugulva, ezek a készletek Ukrajnába, ez egy kérdés, hogy mikor szabadulnak ki. A gyulatanyai tanácskozáson elhangzott, a gazdálkodóknak idén még nagyobb a felelőssége. Sok ültetvényen ugyanis nagyon megszaporodtak a kártevők tavasszal, a növényvédő szerek ugyanakkor kárt tesznek a beporzókban. Így minden eddiginél szorosabb együttműködésre van szükség a gabonatermesztők és a méhészek között.
Jó ütemben halad a Tisza-túr tározók építése. A tervek szerint jövő szeptember végén teljesen befejeződnek a munkálatok. A közel 36 milliárd forintos komplex projekt célja elsősorban az árvízvédelmi biztonság megteremtése. Emellett azonban vízkár elhárítási és vízgazdálkodási funkciót is betöltenek a létesítmények. Folyamatosan dolgozik a markológép a túrfolyó kanyarulatánál Tisza-Kórót határában. A Tisza-túr tározó leeresztő műtárgya épül, amely egy komplex árvízvédelmi rendszer része a Felső Tiszán. A munkálatok a tervek szerint szeptember közepén befejeződnek, legalábbis ezen a szakaszon. Ez a tározó terület egy 16 négyzetkilométeren elhúzódó területrész, amely a Tisza árapasztására fog szolgálni. 5 települést érint, tehát Tiszabecs, Tiszakóród, Tiszacsécse, Milota és Sonkád települések közigazgatási területeit. Ebből megépült Tiszabecs, Milota között egy beeresztő műtárgy, amely közel 1000 köbméter per másodperces beeresztő kapacitással valósult meg, illetve a másik legnagyobb műtárgya meg a jelent építési terület, ahol 50 köbméter per szekundum a vízáteresztési kapacitás. A rendszer különlegessége, hogy nem csak a keletkező árvíz tömegét tudja majd kezelni, hanem aszály idején is tud segíteni. Ez a komplex vízgazdálkodási rendszer közép-európai szinten jelenleg egyedülálló megoldásnak számít. A kiépítést a 2001-es árvíz tette szükségessé, amely megmutatta, nagyon rövid az időelőny. Ennek keretében 19-ben pont itt a térségben megvalósult 22 km árvízvédelmi töltésfejlesztés, de azt látjuk, hogy azért ezt komplexen kell kezelni. Tehát nem elegendő a töltéseket a végtelenségig magasítani, szükséges, hogy olyan rendszerelemeket építsünk be a védvonalba, mint ez az árapasztó tározó, amely akkor lép életben, hogyha az árvízvédelmi töltést, terhelését egy nagyobb igénybevétel venné sorra, és akkor lehetőségünk van az árapasztásra. Ilyen rendszer épült a Bereg térségében, a Beregi árapasztóval, illetve a Szamos-Kraszna közé tározó megépülésével is. Úgyhogy ha ezeket a tározókat rendszerbe kapcsoljuk, akkor a teljes magyarországi felső-tiszai szakaszon átlagosan 50 cm-es vízszintcsökkentést tudunk elérni. A vízügyi szakértő elmondta, volt már a 2001-eshez hasonló jelentős árvíz, azonban az hó formájában érte a településeket. Ukrajnában ráadásul időközben olyan árvízvédelmi rendszerek épültek ki, amelyek eredményeként az akkori árvíz most bő 1 méterrel magasabban vonult volna le Magyarországon. Ezért is sürgeti az idő a vízgazdálkodási beruházás munkálatainak befejezését. Történelmi évadot zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. A teátrum olyan nemzetközi és hazai sikereket ért el idén, amelyekre korábban nem volt példa. A nézőszám az előző évadhoz képest duplájára nőtt, a pandémiát megelőző több mint 100 000-es látogatottságot azonban még nem sikerült elérni. Szeptembertől Broadway műzikelek, filmadaptációk és közönség kedvenc klasszikusok várják a nézőket. Embert próbáló időszakon van túl a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. Az elmúlt 2 évad járványhelyzet miatt elmaradt előadásait is pótolta a társulat. Sok esetben a próbafolyamatok és a bemutató között több mint 1 éves kihagyás telt el. A kényszerleállások után az idei, ismét teljes évaddal a közönséget is sikerült visszacsábítani. Közel 80 ezer nézőt azért már a mostani évadban sikerült visszacsalogatni. Ez a Covid előtt bőven 100 ezer fölött volt, tehát van még hiányérzetünk, van miért dolgozni, hogy visszakerüljünk abba a népszerűségbe, amit megszoktunk a Covid előtt, de én úgy látom, hogy az előjelek azok abszolút jók erre. A feszített tempó ellenére példátlan hazai és nemzetközi sikereket ért el a színház a 2021-22-es szezonban. Horváth Illés művészeti vezető az Alszanak a halak, valamint a Közellenség című előadások országos sikerei mellett a színház szilveszteri előadását is kiemelte. Rendkívüli eredmény, hogy a társulattal forgatott Lélekpark című film nemzetközi hírnévre tett szert, a főszereplő Horváth László Attila alakítását pedig olyan elismeréssel díjazták, amelyet hazai színész eddig még nem kapott. Ezt az évadzáron vette át a színművész. Ebben az évadban olyan fesztivál meghívásokban volt részünk, olyan díjakat kaptunk, illetve volt ebből, ezek közül volt olyan kiemelkedő, ami és emiatt neveztem elsősorban történelminek ezt az évadot, most Horváth László Attila díjára gondolok. Önmagában az, hogy ez a társulat meg tudott alkotni egy nagyjátékfilmet, már nagy dolog. Az, hogy ezt a nagyjátékfilmet nagy, fontos, rangos külföldi filmfesztiválok a versenyprogramjukba válogatták be, ahol rendes, nagy költségvetésű produkciókkal tudott versenyezni.
kezdeményezni egy Nyíregyházán forgatott magyar tévéjáték, szóval ez önmagában egy nagyon nagy siker. És aztán az, hogy Horváth László Attila, az első magyar színész, aki Portugáliából, a Portói Fantasporto filmfesztiválról elhozza elsőként a legjobb férfi alakítás díját, ez aztán meg még végképp egy történelmi léptékű dolog, azt gondolom. Az évadzárón Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere gratulált az elért eredményekhez. Fenntartóként arról is beszélt, hogy a következő időszakban a megnövekedett energiaárak okozhatnak nehézséget a működésben. A legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat is kiosztották. Nyíregyháza város nívó díját Tóth Károly színművész vehette át. A Kelet színésze Szabó Márta lett, ő kapta idén a Móricz díjat is. Nagyon szép szerepeim voltak, nagyon... Már az első bemutatóm, a Váratlan vendég, az is egy olyan lehetőséget adott játékterén, mivel ott több karaktert is, nem csak a fő vonalat, a felügyelőt, idézőjelbeti felügyelőt játszhattam el, hanem sok kis apró, teljesen különböző férfi-női karaktereket, és az ilyen igazán egy ilyen nagy ajándék volt. Aranykalapács díjat kapott Boldizsár Barna díszítő, Aranyceruza díjat Antal Andrea rendezőasszisztens. A Lipót díjat Kovács Vecei Fanni nyerte. A Pro Teátrum díj tulajdonosa Horváth Margit, a Godó díjé pedig Gulácsi Tamás lett. A Hátsó Színpad Alapítvány díját Andrásdi Tibor Kellékes érdemelte ki. A 2021-22-es évad nézője pedig Lippai Bianka lett. Jelentősen megnőtt a gyermek létszám Balkányban. A településen ezért a nemrég épült bölcsőde után az óvodai férőhelyeket is bővíteni kell. Az önkormányzat emellett kondiparkot, játszóteret és sportpályát alakít ki annak érdekében, hogy még élhetőbbé tegyék Balkányt, mondta a 35 perc című műsorunkban a település polgármestere. Bóbita bölcsöde már messziről látszik a felirat Balkány egyik legújabb közintézményén. A bölcsödében 3 csoportszobában várják a kicsiket. Teljes kihasználtsággal működik az intézmény, és minden férőhely betelt szeptembertől is, mondta műsorunkban Pálosi László polgármester. Olyan mértékben megnőtt az igény a bölcsödére, hogy nagyon nagy energiákat fektettünk abba, hogy Balkányba egy bölcsöde épülhessen. Hát én azt tudom rá mondani, hogy... Még számomra is meglepő volt, hogy mennyien járnak bölcsödébe, és mennyien be vannak iratkozva. Azt örömmel tudom mondani, most is teljes létszámmal, 3 csoportos bölcsöde 12 létszámmal. Szeptember 1-től nem tudunk felvenni bölcsödés gyereket, mert teljesen megtelt a bölcsödénk. Ugye ez nagy öröm számomra, egyrészt azért, mert kihasználjuk azt az épületet, amit pályázaton nyertünk, másrészt pedig, hogy sok gyerek születik Balkányba, és egyre több gyerek születik Balkányba, és át fogunk lassan szépen térni. Általános iskolába eddig 2 első osztály volt, most már 3 első osztály lesz. Muszáj fejlesztenünk az óvodánkat, mert túl sok a gyerek, és nem tudjuk elhelyezni. Úgyhogy kezd fiatalodni szépen lassan Balkány. Játszótér is várja a kicsiket Balkányban. A településen indult zöldváros program részeként felújítják a zöld felületeket, és kondiparkot is kialakítanak. A Kossuth parkunkat 2010-ben gyönyörű szép fákat sajnos a vihar megtépázott, mint más helyen is, illetve hát kiüregettek a fák. Akác nőtt benne, azt rendbe kellett úgymond tenni, és a zöldváros programban az első lépés ennek a Kossuth parknak a rendbetétele volt. Sajnos ki kellett vágni 30 körüli fát, de ültettünk bele 100-at. Úgyhogy, és ezek nemes fák, tehát nem egy akácfa, hanem ezek nemes fák, cserjéket, bokrokat, teljesen megújult a Kossuth parkunk. A másik része pedig a magas gyerek létszám is igényelte, hogy egy korszerű játszótér és egy kondipark készüljön el Balkányba. Egy már kész van, a második az reményeim szerint ebbe az évben kész lesz. Egy pontosan a futballpálya mellett van közvetlenül, tehát akik sportolnak, szeretnének a kondiparkot is teljesen ingyenesen használhatják. A játszótér onnan nem messze van, és még a zöldvárosban sikerült a piacunk részbeni lefedését minden szombaton. Mondhatom, hogy kistérségi piacunk van, teljes létszámmal és teljes teljedelemben üzemel a piacunk, nagyon sokan járnak a környékbeli településre is át, ezért az időjárás viszontagságai kiküszöbölve lefettük ezt a piacot. Tervezik a művelődési ház energetikai felújítását, valamint újabb kerékpárutakat is építenek Balkányban.
Naponta 4-szer kap 2 liter tápszert gondozóitól az árván maradt 2 pupu teve a Nyíregyházi állatparkban. Emellett pedig már szilárd táplálékot, szénát is fogyaszt. A vitaminokban gazdag etetésnek köszönhetően szépen cseperedik a kiskanca, súlya már meghaladja 70 kg-ot, kifejlett korábban pedig akár a 400 kilót is elérheti. Ahogy észrevette kameránkat, a teve Csikó azonnal kíváncsian dugta ki fejét a karámból. Izgatottságát lábmozdulataival is jelezte. Bátran közelebb is mehettünk hozzá, ugyanis Krisztus előtt 2500 körül háziasították Észak-Kelet-Afganisztánban az állatfajt. Már velem is nagyon barátságos ez a kis tevehölgy itt a Nyíregyházi állatparkban. Nem csoda, hiszen április óta gondozók etetik és nevelik. Bár voltak kritikus időszakok, amikor 2 óránként éjszaka is etetni kellett a kis kancert, a gondozók maximálisan helytáltak, és a mai napig pótszülőkként gondozzák. Mindenre azért van szükség, mert a Csikó születésekor árván maradt. Születésekor komplikáció adódott, és sajnos elhullott a nőstény egyed. Ilyenkor nyilván az apa állat nem tud semmit tenni. Ilyenkor a mi gondozóink veszik át a pótpapa szerepét. Hatalmas tapasztalatokkal rendelkezünk, hiszen már kisoroszlán, bölényt vagy akár tevét is neveltek a gondozóink, úgyhogy tudtuk, mi a protokoll, és a szemmel láthatóan látszódik, hogy egy makkegészséges kis kanca növekszik szépen a pótpapák kezei alatt. A most 9 hetes tevének már vastag, bozontos és durva a csokoládébarna színű szőre. A nyaka alján hosszabbak a szőrszálak, mint egy szakálként lógva az állaton. Etetés közben viszont ezen a szőrzeten könnyen nyomot hagy a speciális tápszer. Ez egy fehérjében, szénhidrátban, kálciumban és D-vitaminban nagyon gazdag tápszer, melyet 6 hónapos koráig fog kapni. Ahogy telik az idő, úgy egyre kevesebb szer, és átváltjuk száraz nevelőtápra, mely szintén nagyon jó tápértékekkel rendelkezik. Szükség is van ezekre, hogy egészséges, erős csontozatú legyen, amikor fél évesen csatlakozik a park többi tevéjéhez, és átesik első randián. Míg Ázsia szerte az ember szolgálatában áll a teve, a Nyíregyházi állatparkban inkább játszótársnak tekinti a gondozóját. Így a hamarosan induló zósuliban is könnyebb lesz bemutatni a különleges tulajdonságait, például, hogy alkalmazkodott a szélsőséges ázsiai időjáráshoz, azaz mínusz 30 foktól plusz 40 fokig mindent kibír. A szakirodalom szerint akár 100 liter vizet is képes meginni 10 perc alatt. A 2 pupu teve további különlegessége, hogy 2 soros a szempillája és zárható az ornyílása. A kazak Karjat Almati ellen játszik a kisvárdai futballcsapat az Európa Konferencia Liga második fordulójában. Az első meccs július 21-én lesz idegenben, a visszavágót pedig július 28-án a Bárkerti stadionban játsszák a csapatok. Az 5. helyen fejezte be a bajnokságot az amatőr NB1 zöld csoportjában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese 19 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Dobó Lilla, az NKS játékosa, tagja a debreceni U17-es világbajnokságra készülő válogatott keretnek. A Radobasket elleni 41 pontos győzelemmel fejezte be a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli, amely az 5. helyen zárta az idényt az amatőr NB1 zöld csoportjában. Az NKS 19 győzelmet szerezve mindössze 2 sikerrel maradt el a bronzérmes Kislenke Akadémiától. Farkasinszki Gyuláni szakmai igazgató szerint egy kis szerencsével akár előrébb is végezhettek volna a tabellán. Amikor a bajnokságot kezdtük, akkor úgy gondolom, hogy az 5. helyen maximálisan kiegyeztünk volna. Az igazság, hogy itt az év elején a 2 sérültünk volt, a Karakó Dorin és a Dobó Lilla, ami behatárolta a szezonnak a kezdetét, tehát így ott több olyan mérkőzést buktunk, amit nem kellett volna. Viszont az Arazsófi érkezésével egy olyan stabil palánk alatti maga alakult ki, hogy onnantól kezdve a meghatározó kisemberek segítségével, tehát olyan mérkőzéseket is tudtunk fogni, amire hogy nem is számítottunk. Hát itt volt például a Szentpál Akadémia, amit egyedül mi tudtunk 2-ből 2-szer megvenni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozottak voltak a második fél évben a lányok. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak összességében. Együtt volt a csapat, egymásért küzdöttek, és tényleg voltak olyan mérkőzések, főleg az utolsó mérkőzés, amikor a Radobasket erre játszottunk, az már egy ilyen felszabadult és nagyon-nagyon élvezetes mérkőzése alakult. Mivel nagyon sok fiatal játszik a csapatban, az eredmények mellett a játékosok fejlődésének is örült a szakvezető. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre,
Tehát azok a játékosok, akik eddig tényleg epizód szerepet tudtak a csapatban eltölteni, és nem voltak annyit pályán, azoknak is kellő játékpercet tudtunk adni, és ugye ez azért is fontos volt, hogy tudjuk forgatni a csapatot, mert rengeteg mérkőzést játszottunk, tehát úgy az NB1-ben, mint majd az utánpótlásban, tehát muszáj volt az, hogy a kulcs játékosainkat ne kelljen túlterhelni, és ezért volt ez nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik mind a két bajnokságban játszottak, ki tudták egészíteni egymást, és nem kellett tényleg 40 percen keresztül pályán tartanunk a játékosainkat. Szerintem nagyon szuper volt minden szempontból, mert már kadettkorú játékosokat is tudtunk egy-egy mérkőzésen pályára léptetni, és hogy ez a jövő szempontjából nagyon fontos volt. Az NKS játékosai közül Dobó Lilla, tagja a debreceni U17-es világbajnokságra készülő válogatott keretnek, Mátyás Eszter pedig a 3x3-as U18-as válogatottal készül. A nyíregyházi kosársuli a jövő héten több mint 40 gyereket vár napközis edzőtáborába. A nyár folyamán még a Balatonon, majd hazai környezetben napközis és bentlakásos táborban csiszolhatják kosártudásukat a fiatalok. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Őszi káposzta, repce és búza bemutatót tartottak a gyulladtanyai fajta kísérleti állomáson. Az eseményen központi téma volt a hónapok óta tartó asszály és ennek lehetséges következményei. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, főleg a keleti régió küzd nehézségekkel, ami azért is rossz, mert a szomszédban zajló háború miatt egy ideig még nem számíthat az ország az ukrán gabonára. Jó ütemben halad a Tisza-túr tározó kiépítése, a tervek szerint jövő szeptember végén teljesen befejeződnek a munkálatok. A közel 36 milliárd forintos komplex projekt célja elsősorban az árvízvédelmi biztonság megteremtése. Emellett azonban vízkár elhárítási és vízgazdálkodási funkciót is betöltenek a létesítmények. Történelmi évadot zárt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház. A teátrum olyan nemzetközi és hazai sikereket ért el idén, amelyekre korábban nem volt példa. A nézőszám az előző évadhoz képest duplájára nőtt, a pandémiát megelőző több mint 100 000-es látogatottságot azonban még nem sikerült elérni. Szeptembertől Broadway műzikelek, filmadaptációk és közönségkedvenc klasszikusok várják a nézőket. Június 15-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön fátyol és gomoly felhőkre számíthatunk, majd délután észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és több felé lehet számítani záporra, zivatarra, melyeket felhőszakadás kísérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul.